Köszönöm Marcelnek a bevezetést, és ott ül a másik rektor is kicsit hátrébb, aki majd délután fog fellépni, úgyhogy ténylegesen mondhatjuk azt, hogy a Marceli fal, mint a 80-as évek közepe felé, amikor az iparművészeti főiskolán még oktatóként ő is jelen volt, Rikli Zsolt, Torosz István, és még vannak itt páran, akik akkor ennek a folyamatnak a részesei voltak, ott valamit vagy nagyon jól, vagy nagyon rosszul csináltak, hogy 30 évek később aztán ez lett az eredménye. Köszöntök mindenkit, nagyon megtisztelő, hogy mi is ennek az rendezvénynek a szervezői lehetünk, és hogy alkalom van arra, hogy néhány szóval a magának az animációs képzésben mutassam, mint ezek a képek, amik mögöttem forognak, vagy mellettem, az az elmúlt évekből készült filmekből egy válogatás. Nyilvánvaló, hogy szebb lett volna, jobb lett volna, ha filmeket vetíthetünk, de ezek az időkeretek ezt most nem engedélyezik meg. Kicsit hallgatva az előadásokat, benne megfogalmazott az a nagyon, hogy is mondjam, hatásvadász és egyben költői kérdés, hogy mégis is akkor mi az animáció? Hiszen láthatjuk azt, hogy nagyon sokfajta aspektusát lehet itt az elmúlt egy órában is ennek megismerni, és ez a kérdés, ez tulajdonképpen miért jó, mondhatnánk azt persze, hogy mindig definiálni kell magunkat, az nem egy szerencsés helyzet. Ez azért egy jó kérdés, mert ez egy 100 éves műfaj, 100 éves művészeti ág, de állandóan változik. Állandóan alakul, állandóan vannak impulzusok, ami ennek a továbbvitelét segítik. Egyébként leginkább azért, mert az alkotói ezek folyamatosan originalitást akarnak létrehozni. Vagy meg akarják mutatni úgy a világot, ahogy még senki se látta, vagy meg akarják mutatni a világot úgy, ahogy van, és annak az örömnek átadják az magukat, hogy tudnak teremteni olyan világot, amit teljesen olyan, mint a valódi, erre is láttunk ma példát. Szóval az animáció ilyen tekintetben nagyon sokfajta tud lenni, és hogy néhány definíciót én is mondhassak, vagy néhány megfogalmazást. Ugye a filmművészet speciális, persze szerintünk a legjobb ágazata, Marcelban mondta, hogy a legszínesebb is, ami magyar a filmművészetet illeti. Ugyanakkor a filmművészet egyre általánosabb alaptechnikája lesz. Rengeteg olyan filmet látunk, amire azt gondolnánk, hogy színészekkel forgott, vagy legalábbis színészek játsszák, de hát kiderül az, hogy az egész egy filmtrükk, egy animáció. Képzőművészeti kifejezési forma, univerzális kommunikációs nyelv, a digitális kor leghatékonyabb és elterjedtebb szórakoztató eszköze, erről is beszéltünk már igen negatív aspektusból, volt ez említve, és hát ez oktatási eszköz is, ami szintén ma elhangzott. Épp ezért nem nagyon meglepő az, hogy az animációt mindenfajta helyzetben oktatják, mégis rá kell térnem nekem is az előadás témájára, mert az oktatások kéne, hogy beszéljünk elsősorban. Képzőművészeti egyetemeken, akadémiákon, filmes iskolákon, dizájnintézetekben mindenfajta helyen még a mérnököket is oktatják animációra, persze kicsit olyan szofisztikáltabb helyen a világnak, ahol mondjuk lehet mesterdiplomát szeretni renderelésből. Hát ez, hogyha Egerszalókra eljutunk, akkor nem tudom a vizuális szakmunkások ezt hogyan tekintik, hogy van, aki csak abból szerez művészeti diplomát, hogy renderel. Egyáltalán lehet-e tanítani az iskolában az animációt, lehet-e iskolában animációt tanulni? Szerintem, amikor én diák voltam, az a kérdés az eléggé sokszor elhangzott, és voltak, akik úgy állították, hogy animációt azt nem lehet tanulni, azt csinálni kell, és olyan közeg kell hozzá, ahol vannak mesterek, értő szakemberek, akik ezt a tudást át tudják adni a gyakorlatban. És hát ez nagyon is így tűnt elmúlt 30-40 évben, de tulajdonképpen az elmúlt 15 év, mint valami más válasz is adna erre rá, hiszen egyre több olyan iskola, egyre több olyan műhely, ahogy Éva is fogalmaz, létezik a világban, az animáció oktatásnak nem csak a oktatás része, hanem a filmkészítés része is nagyon szembetűnő. Hatalmas eredményeket érnek el animációs iskolák. A hétvégén kiosztandó Oscar gála esten is lesz egy angol animációs iskola képviselője, aki izgulhat az Oscarért. Nem akarom hozzátenni túlságos angolsan, mi sem voltunk ettől nagyon messze. Mitől válik jó egy animációs oktatás? És mitől lehet ez a lehetőség a mai napon teljesen reális? Hát egyrészt a technológiai változásoknak, annak, hogy animáció készítéséhez olyan eszközök állnak rendelkezésre, az oktatásban gyakorlatilag ezt a csinálva tanulunk folyamatot meg tudja valósítani, létre lehet hozni úgy filmeket, hogy szerencsére vagy nem, nem kellene hozzá a nagy stúdiók. Az viszont biztos jó, hogyha ha az emberek együtt vannak és együtt csinálják ezeket a filmeket, attól függetlenül milyen technológiát használnak. Szóval vannak-e jó egyetemek a világban, ahol animációt oktatnak jól? Persze vannak. A MOME az egy ilyen egyetem? Hát szeretne az lenni. És igyekszünk is ennek egyfajta karaktert adni. Mi a MOME-s oktatásnak a karaktere? Egyrészt az, hogy kis csoportos oktatásban gondolkodunk, nagyon fontos az, hogy azok az alkotók, azok a mesterek, azok a közreműködők egymással folyamatos párbeszédet folytassanak, akik ilyen módon egymáshoz kerültek, és jön létre az a viszonyrendszer, amikor nem egy tudás átadása van, hanem közös gondolkodás van, főleg olyan szempontból, hogy közösen hoznak létre filmeket, közösen gondolkodnak produkciókon.
A tradíciók és hagyományoknak a ápolása, továbbvitele és ennek a folyamatos ütköztetése vagy találkoztatása azzal a lehetőségrendszer, ami körülöttünk van. Hiszen egészen máshogy néznek az emberek ma filmeket, egészen más módon készítenek ma filmeket. De az nagyon jó látni azt, hogy a mi hallgatóink, és szerintem az általános a világ mindenfajta animációs iskolájában nagyon-nagyon örülnek annak, hogy használhatnak nagyon gyors digitális eszközöket, és iszonyatosan örülnek annak is, hogyha ezeket úgy tudják felhasználni, klasszikus értelemben csináljanak filmeket. Valamelyik képen lesz majd a Nyuszi és az Ősz Vácz Petinek a filmje, ahol például ő ezt egy 3D printerrel printerelgette ki az ősznek a különböző arcmimikáját, és ilyen tekintetben egy digitális számítógépes eljárás remekül használja ki azt a lehetőséget, hogy egy bárfilmet készítsünk. Tulajdonképpen így lehet azt látni, hogy digitális technikák segítenek fenntartani klasszikus értelemben vett régi, tradicionális műfajokat. Mi erre igyekszünk rá fókuszálni és erre hangsúlyt fektetni, mert az is egyik alapvető elképzelésünk, hogy a mi hallgatóink és általában animációs hallgatók már manapság nem csak az elméletét, nem csak az ötletét gondolják végig egy filmnek, hanem állandóan folyamatosan gyakorolják azt megcsinálni. Egy úgynevezett designer szemléletnek a köszönhetően a film előkészítésétől, tervezésétől egész a kivitelezéséig minden egyes folyamatban benne tudnak lenni, azt tudják gyakorolni. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindegyikből ilyen tekintetben egy egyszemélyes filmes produkció fog készülni, vagy egy egyszemélyes vállalat, éppen erre lehet, persze van lehetőség, de képesek arra, egy folyamatot átlássanak, és képesek arra, hogy ezt a folyamatot innovatívan változtassák, hogyha a filmjük, hogyha az ötletük azt megköveteli. Mit csinálunk még az oktatás mellett? Az egyetemnek általános, hogy is mondjam, ha nem is elvárása, de mondjuk egy szlogénje magával szemben, hogy az oktatás az az alapvető minimum, hogy azt nagyon jól csináljuk, de szeretnénk sokkal többet tenni ezért. És a különböző területén a Móli Nagy Művészet Egyetemnek, az animációban is próbálunk egy olyan kultúrát áradoztatni, a közösségünket és a környezetünket is befolyásolni jó értelemben, aminek a kultúrának a fennállását, továbbvitelét és egyáltalán az alkalmazását illeti. Úgyhogy ebből a szempontból gondozunk mi tehetségeket. Mi azt gondoljuk, hogy az egy alapvető szükséglet, hogy megtanítsuk rá a szakmát nekik, de azért nagyon fontos, hogy utána segítsük a továbbvitelben. Nemzetközi programokat szervezünk, partneristánkon szerepelnek Európa legjobb animációs egyetemei, olyan tréning programokat szervezünk, ami hallgató, hogy megismerhetik a többieket, a saját generációjukat, és képesek annak az elhitetére, hogy ők semmivel sem másodrendűek. Hogyha valaki végignéz Magyarországon, milyen az animációs ipar, hány stúdió van, hát nem büszkélkedhetünk a legmagasabb mutatószámokkal, viszont hogy hány tehetségünk van, az ilyen szempontból kirívó. És ezek a tehetségek idő után elhiszik azt, hogyha találkoznak a francia, angol, német, dán, holland, olasz és más nációk szerencsésebb fiai valakinek a körülményrendszere kicsit másmilyen dolgokat adatott meg, elhiszik azt, hogy ők is tudnak jó lenni. Egyébként fordítva is lehet érzékelni a hatékonyságát mindennek, mert hogy az elmúlt 8 évben körülbelül, hogyha összeszámoljuk, 60, 70, 80, 100 olyan animációs fiatal járt a MOMÉN, és ismerkedett meg a magyar animációval, akik erről nem sokat tudtak. És utána megdöbbentik, és azt mondták, hogy ez fantasztikus. Nektek nagyon büszkének lennetek magatokra. Mondták ezt a mi hallgatóinknak, akik meg attól szégyenkeztek, hogy nincsenek stúdiók, nincsenek számítógépek, nincsenek eszközök, amik egyébként a külföldi iskolában megvannak. De az, hogy a jó oktatás nem ezen múlik, az mutatja ezeknek a filmeknek a sikere is, mert a MOMÉN az éppen nagy fejlesztés előtt áll, aminek a reményünk szerint az a hatás, hogy utolérjük magunkat, és az a teljesítmény, amit a filmekkel és más hallgatóink más munkáikkal tudnak mutatni, azt a környezet is végre alá fogja támasztani. De addig is, hogyan nevezhetnénk ezt az egészet? Úgy is mondhatnám, hogy tulajdonképpen mi egy divatos kifejezéssel, bocsánat Marcel, inkubálunk. Vagyis olyan helyzetet teremtünk, ahol azok a fiatal tehetségek, miután elvégezték a tanulmányaikat, mivel bizonyították azt, hogy ők képesek valamilyen alkotói folyamatot egész magas színvonalon gyakorolni, azt szeretnénk, hogy megerősödnének, azt szeretnénk, hogy ők képesek legyek azt elhinni, hogy Magyarországon is sikeresek lehetnek az animációs szakmában is. Kellenek ezek a helyek, kellenek azok az aspektusok, kellenek azok a rámutató magatartáshoz a segítség, hogy a magyar fiatalok úgy gondolják, hogy Magyarországon is tudnak animációval sikeressé válni, és ennek minden lehetősége megvan. Mert a legfontosabb kritérium a tehetség, az adottság, az készen van, és úgy látszik folyamatosan termelődik valamilyen csoda folytán, és egyre több műhely is van, ahol ezek a tehetségek tudnak társakat találni, úgyhogy így folytassuk, és szerintem milyen tekintetben az a előbb az 1000 éves animációs történetet felvázoló kis matematikai képet, akkor az nem csak egy ilyen furcsa fantazmagória, hanem egyszer egy valóság. És köszönöm a figyelmet.